Április 25-én elindult az idei közösségi költségvetés. A 60-iak ötletei alapján készült el a mostani szavazólap, amin 19 projekt szerepel. Játszótér és kondipark fejlesztések, parkolók létrehozása, közösségi tér kialakítása, ivókutak telepítése, fekvőrendőr kihelyezése, okospad, nyilvános illemhely, könyvállomás, vízicsúszda, LED-fénnyel kivilágított zebra és fedett kerékpártároló is szerepel a szavazólapon. Összesen 100 millió forint értékű fejlesztést valósít meg a város a közösségi költségvetésben, így ezt a voksolás során is érdemes szem előtt tartani. Mi vagyunk az első városvezetés, akik megkérdeztük a 60-iakat, hogy milyen irányba menjen a város. Mi az, ami fontos, és mi az, ami nem fontos. És erről szólt a 60-i konzultáció annak idején, nagyon sokan kitöltötték a kérdőívet. És tavaly pedig volt a közösségi költségvetés 1.0, én ezt így hívom, amikor megkérdeztük a 60-iakat, hogy azokból a projektekből válasszák ki, mondják meg nekünk, hogy mi az, amit meg kell valósítanunk 100 millió forintért. Ugye akkor még ezeket a projekteket mi javasoltuk a 60-iaknak, és a 60-iak döntötték el, hogy az 100 millió forintot mire költsük. Az idei közösségi költségvetés az azért már egy kicsit más, hiszen itt megkérdeztük a 60-iakat, hogy írják le nekünk, hogy mik azok a projektek, amelyeket valósítsunk meg 100 millió forintért. Szavazni április 25 és május 15-e között a közösségi költségvetés.60.hu weboldalon lehet. Itt tételenként kell kiválasztani, hogy mit szeretnénk támogatni, ezt követően pedig rá kell kattintani az elküldöm gombra. Papíralapú szavazólapot mindenki kapott a postaládájába, akinek pedig szüksége van rá, az még igényelhet a hivatalban. Ezeket leadni a városházán és postai úton, a Kossuth tér 2-re címezve is lehet.